Jótékonysági borvacsorát és borárverést szervezett a Rotary Klub Székesfehérvár a Merkur Hotelben. A Rotary Klub egy olyan világszervezet, amely azt az eszmét vallja, hogy terjessze a jó szolgálatot, a jótékonysági munkát. A Rotary Klub Székesfehérvár az ország 54. Rotary Klubjaként alakult meg 2018. március 10-én. Tagjai mindent megtesznek azért, hogy segítséget nyújtsanak a hátrányos vagy nehéz helyzetben élő fiataloknak. Ilyen célból született meg a borárverés is. A mai borestünket immáron harmadik alkalommal rendezzük meg, és elsődleges célja, hogy a rászoruló családok téli rezsiköltségét biztosítsuk. Ezt az összeget a borestből befolyó árverésből tudjuk finanszírozni. A borvacsora során számos zenés előadást hallhattak és láthattak a vendégek. Egyik legfőbb programunk, hogy a Kristóf Ház különleges képességű gyermekei, illetve felnőttei adnak egy műsort, illetve az egyik patronátunk fog fuvolázni egy kísérettel. Talán ezt a két dolgot emelném ki, és hát a legfontosabb programunk a borárverés. Az estet borárveréssel zárták, a Rotary Klub Székesfehérvár a befolyó összeget a rászoruló családok téli rezsiköltségeinek fedezésére ajánlja fel.